Hétvégén még jó idő volt, itt sokan kirándultak az őszi erdőben. Itt tettek a kodályosok, akik nem csak túráztak, hanem énekszóval is megtöltötték a Gánd környéki erdőket. Én nem szoktam fára mászni, nem vagyok egy olyan típus, de sétálni szeretek az erdőben, megfigyelni az állatokat. Szerintem egy jó elfoglaltság, vagy hát mindenképp jobb, mint hogyha bent ülnénk a számítógép előtt. Úgyhogy örültem is, hogy volt ez a lehetőség, hogy eljöhettünk ide. Énekelni mennyire fiús dolog? Hát nem annyira, de azért mi szeretünk. Mindig is szerettem énekelni, és hát igen. Gyakran kirándultok? Igen, nagyon sokszor szoktunk a nagymamámnál kirándulni. Erre jártál már? Igen. A zenevilágnapját október 1-én ünnepeljük. Ugye ez idén elmaradt, nem tudtunk összegyűlni a gyerekekkel a sportcsarnokban, de mindenképpen szerettem volna nekik egy énekes, dalos napot adni. A kék túra mentén fogunk haladni, Csókakő az úti célunk. Ha lesz még időnk és erőnk, akkor megnézzük a várat is, és útközben tervezünk egy mini erdei koncertet is. Az iskolában tanultunk sok-sok őszi dalt, népdalt, kánont, kvódlibetet, és ezt szeretnénk ma magunkból kiénekelni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a zenei oktatás, nevelés már kiskortól kezdve, azt gondolom, hogy már akár az anyaméktől kezdve, és mivel a családunkat ugye nagyon kiskorunktól kezdve áthatja a zene, a néptánc, az irodalmi esteken való zenélés, és ugye a kórusban járás is, azt gondolom, hogy ez a gyermekeimnek is úgy gondoltuk a férjemmel, hogy ez nagyon megfelelő nevelés fog adni nekik, és igazából minden napunkat áthatja valóban, mert mindkét gyermek hangszeren is tanul, és sokat járunk táncházba is, meg a férjem által is zenei koncerteken veszünk részt sokszor, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így kerek. Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt a súlyát, kisütöttem a zsírját, több volt egy a hónát, ami összegyel is hisz, a morig a hónát, hozni összegyel is hisz, a morig a hónát. Pénteken az Icsiliget is énekszótól volt hangos. Ekkor forgatták a Szemek című tévéjáték egyik jelenetét. A hagyományos utcaszínházi előadás helyett idén ezzel a produkcióval emlékezünk meg 56 hőseire. Ott jártunk a forgatáson, a tévéjátékot pedig október 23-án 19:20-kor láthatják majd a Fehérvár TV-ben és online is. Akkor most kérem szépen gyertek még közelebb, elmondom, mi fog történni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, Matúz János vagyok, az 56-os tévéjáték írója, rendezője. Most mi föl fogunk venni, az a forradalmi menet. Beálltok 6-os oszlopba. Egy sorban 6 ember van. Többnyire, nem kevesebb, nem több. Beállítjuk, hogy honnan indul az oszlop, kiosztom az ászlókat. Ha látom, hogy hogy állnak az emberek, hogy hol kell komponálni képben, hol áll jól az ászló. Aztán nincsen más dolgotok, mint jelre, hogy indul, elmentek az egyik ponttól a másik pontig, és valamennyien határozottan egy irányba néztek. Ez a filmen az a történet, amikor 56. október 25-én a fiatalok úgy döntöttek, hogy elmennek az AVH székházába, és a börtönből kiszabadítják a politikai foglyokat. Hát valamennyien ez egy békés tüntetés. Ez többször
egyszer fel fogjuk venni, egyszer állókamerából, egyszer úgy, hogy az autó, ami ott áll hátul, a csomagtartóból, a menettel haladva folyamatosan veszi az operatőr. Alatta fog szólni a Csínom Palkó című dal, amit az első sorok szájmozgása fog leginkább csak tudni imitálni. Utómunkában alárakom a rendes zenét, mintha ti énekelnétek. Csínom Palkó, Csínom Jankó, csontos karabérom, szépsejmes lódingom, dali pár pisztolyom. Nosza rajta jó katonák, igyunk egészséggel, menjen táncba kiki köztünk az ő jegyeség. Hogyan befolyásolja ezeknek a fiataloknak az életét 56? Szerintem eléggé nagy fordulatot vett ekkor az életük. Nagyon sok mindenben meg kellett változniuk, illetve a mindennapi tevékenységeik is megváltoztak eléggé. Bár mi éppen a szegényebb részét játsszuk ugye gyerekeknek, ezért van az ingem is félregombolva, illetve egyéb ruházaton is meglátszik. Mindenben megváltozott az életük, de teljesen. Nagyon nagy fordulatot vett az életük, és sokkal nehezebb lett az életük így. Mennyire jelentett kihívást neked ez a forgatás, hiszen ez ti színpadi szereple készültetek, és aztán lett belőle egy tévéjáték. Én személy szerint nem színészkedem, viszont egy kihívás volt ugye szöveget tanulni, illetve betanulni így mindent, de szerintem jól álltam a kihívást, és egy elég jó szerepet tudtam alkotni. Máshogy kell kamera előtt játszani? Bár ugye mondtad, hogy nem színészkedtél előtte, soha nem voltál színpadon? De egyszer voltam színpadon, igen. A kamera előtt máshogy kell játszani, jobban oda kell figyelni mindenünkre, viszont van lehetőségünk ugye ezt újravenni, ezért nem 100%-ot kell nyújtani, vagy nem 120%-ot kell nyújtanunk, hanem csak 100-at. Hát kimarad az élő éltető közeg, amiatt, hogy ugye nem lehet színpadon a szokott elnémult harang mellett játszanunk. Eredetileg én színpadira írtam ezt az előadást, ahogy szoktam, és mellett közben az élet átszerkesztette a dolgot, és egy ilyen tévéjáték lett belőle. Tehát most tévéjáték forgatásába csöppentünk. Az első 56-os tévéjáték, ami diákokkal forgatok Székesfehérváron. Hogy veszik a diákok az akadályokat? Akadály van bőven, leginkább amiatt, hogy ugye a rutin azt mutatja, hogy szeptemberben bejönnek az iskolába, október közepére meg elkészülünk a szöveggel. Itt arról szólt, hogy bejöttünk az iskolába és rögtön forgattunk. Tehát gyakorlatilag minimális előkészület volt, úgyhogy nagyon nagy köszönet a Kodolányi Gimnázium két drámatanárának, Mihna Boglárkának és Láposi Anyitának, hogy ezt a két diák csoportot ilyen szinten tudták összeszervezni a hátam mögé. És hát nem titok, hogy a Covid ott körözött a tévéfelvétel alatt is, mert mentel szereplő kényszer karanténra magában a forgatás alatt, és előző nap volt, másnap már nem jött, tehát egy szervezési rémálom volt egyébként, még mellesleg a dolog, de rettenetes mennyiségű tapasztalatot gyűjtöttünk, és forró módon ez alatt a pici idő alatt a csapat összekovácsolódott. Gyere! Matuz nagyon jó ilyen szövegkönyvet állított össze, mert voltak képek is, melléktörténetek is voltak, tehát így nem csak a szövegemet tanultam meg, hanem azért így a korba is így, azért így beleilleszkedtünk. Mit gondolsz, mennyivel volt másabb a fiatalok élet az 50-es években, mint most a 2000-es években? Hát azért sokkal többet voltak, mint tehát folytonként játszottak, tehát sokkal közelibb kapcsolatok voltak, mint így manapság így a telefonok világában. Én mindig igyekszem abból az anyagból táplálkozni, amelyre éppen dolgozni fogok. Itt tudtam azt, hogy a Kodolányi Gimnáziumban az az egyik különlegesség, hogy mind a két korcsoportban van két egészen különleges képességű drámapedagógus, akinek a keze alatt nagyon jó minőségű színpadi játék alakul mindig, és én két erős csapatra írtam ezt a történetet. Tudva azt, és ilyet nem csináltam még, hogy két korosztály játsza, vannak a kicsik, és vannak a nagyok, az 50-es évek elejét még a kicsik játsszák, az 50-es évek közepét pedig már a nagyok. Mit lehet elárulni a történetről, anélkül, hogy nagyon spoilereznénk?
Lesznek benne érdekes színészi alakítások és váratlan szereposztások, ez egyen még pillanatlag a dologban titok. Egy barátság, egy hatfős barátság története ez is, és gyakorlatilag több évszak alatt játszódik a film, és szabadtéren is, mint most is, és színházteremben is forgatjuk az előadást. Csonkos kalabérom, szépsejmes lódingom, kalipát tisztolyom, nosz a nagyon katonát. Hogyan nyomja rá a háború a pecsétjét a gyerekkorra? Mondjuk, ha csak a darabból indulunk ki, mik történnek benne? Hát ugye fontos, hogy ugye bezártság, ami szerintem most a karantén is megmutatott, tehát eléggé be kellett zárkozni. Rád hatással volt ez a szerep? Igen, hatással volt, már elég sok, úgy gondolom, ugye én is kutakodtam utána, és hát eléggé megviselt, hogy az akkori körülmények, hogy érezhettek a gyerekek, meg hogy éltek. Nagyon jó élményeket gyűjtöttem, nagyon sok új embert megismerhettem, és egy teljesen más volt, mint hogyha a színpadon játszottam volna. Mennyire volt melós ez az utóbbi néhány hét? Hát igazából egy intenzív hét volt. Ott minden nap 7-kor kezdtünk, és igazából olyan 3-2 fele fejeztük be. Hát ez volt igazából nehéz. Van kedvenc jelenetet, kedvenc helyszíned akár? Minden jó volt. Minden jó volt benne. Az a bontság takar, hogy itt nemes országunkból, hogy néki lesz a napszíja, ne várjunk át arból. Megkezdődött a harc az illegális hulladékok ellen. A Tisztítsuk meg az országot elnevezésű akciót mutatjuk most be. TV, számítógép, fürdőkert, de még kanapé is heverészett a Ráckeresztúron hagyott hulladékok között. Azért, hogy az ilyen és hasonló látványból országosan is kevesebb legyen, nagyszabású projektet indított a magyar kormány. A cél, hogy felszámolják ezeket a helyeket, amelyekből sok van országszerte. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium olyan próbahelyszíneket választott ki, amelyek elemzése alkalmas lehet a hulladék felszámolásához szükséges intézkedések elindításához. Ja, azt kell látni, hogy megvizsgáltuk azokat a területeket, hogy mi történt fel. Február és nyár között megvizsgáltuk azokat a területeket, amelyek a leginkább ki vannak téve az illegális hulladéknak, tehát ahová lerakják vagy viszik az illegális hulladékot, és azt látjuk, hogy döntően az utak mentén, a vasutak mentén, a folyópartokra, a különböző turista útvonalakra, a nemzeti parkokba viszik, és hát sajnos vannak olyan külterületek az önkormányzatoknál, döntően külterületek a két település között szokták lerakni, vagy pedig olyan közterületek, közparkok, temetők, a templomkertek, ahova lerakják sajnálatos módon ezt az illegális hulladékot, ez mindenkit zavar. Ezért úgy döntött a kormány, hogy egy összehangoltabb akcióra van szükség, és ennek az összehangolt akciónak valójában 4 eleme van. Az első eleme, hogy rendet rakunk, megtisztítjuk az országot. A második eleme, hogy adunk egy sor olyan támogatást, amivel az ingatlanokat meg lehet védeni, tehát azt az adott területet lehet figyelni, hogy ne rakják le oda a szemetet. A harmadik láb, hogyha mégis valaki szemetel, ennek ellenére, akkor nagyon súlyosan megbüntetjük. Egyrészt a büntetői kategóriákat vagy szankciókat szeretnénk nagyon megszigorítani, másrészt pedig azt szeretnénk elérni, hogy ott helyben, ha valakit elkapnak, nagyon súlyosan helyszíni bírság óható legyen, elkobozva az eszközét, az autóját, amivel ezt elkövette. És a negyedik lába ennek, hogy nyilván az egész hulladék gazdálkodásban csak akkor lehet eredményt elérni, akár a visszaváltásról beszélünk, akár az egyszer használatos műanyag betétásáról, akár az illegális hulladékról, hogyha valaki ezt ellenőrzi, nagyon-nagyon keményen ellenőrzi. Boros Anita szerint nem csak tiltani kell, hanem tanítani is, mert meg kell értenie mindenkinek, hogy a jövőnket éljük fel azzal, hogy az illegális szemetelést választjuk a biztonságos ártalmatlanítás helyett. Emellett másodlagosnak tűnik, ám mégis
lényeges, hogy amíg növekednek az illegális szemétdombok, addig az ezek eltakarítására költött összeg is nőni fog. De ennek mostantól vége. Egyrészt gazdaságilag is nagyon sokba kerül az országnak a megtisztítása. Ezt a pénzt másra is tudnánk fordítani. Nagyon sok embernek a munkája az, hogy folyamatosan ugye szedjük össze a szemetet mások helyett. És hát ugye nyilván az sem egy utolsó szempont, hogy a környezet szempontjából is nagyon káros. Tehát ha például valahol leraknak egy mezőgazdasági területre nagy mennyiségű építési, bontási hulladékot, akár veszélyes hulladékot, ott nem lehet utána már úgy termelni, mert annyira szennyeződik a talaj, ki kell cserélni. Az meg, hogy kármentesíteni kell egy termőföldet, az is rettenetesen sokba kerül. Úgyhogy a mi célunk az lenne, hogy akkor most egy új paradigmát váltsunk, és tényleg az élére álljunk ennek a projektnek, és elkezdjük akkor a nulladik lépéssel, hogy a sok-sok évtized alatt megtermelődött, meg a folyamatosan újra termelődő illegális hulladékot, hulladéktól megtisztítsuk az országot. Júliusban kezdtük ezt a munkát, és van egy úgynevezett pilot időszakunk. Ebben a pilot időszakban a már említett nagyon szennyezett területeknek a vagyonkezelői tulajdonosai segítenek, tehát a Magyar Közút Zrt., a MÁV Zrt., az Erdészeti Társaság, a Nemzeti Park Igazgatóságok, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, aki felméréseket végzett és végez most is, illetve az önkormányzatok, akik segítenek. És azt nézzük ezeken a pilot helyszíneken, mert nyilván az egész országot most 2 hónap alatt nehéz lenne felmérni, kiválasztottunk pilot helyszíneket, és azt vizsgáljuk, hogy milyen típusú hulladékot raknak le, mennyi mennyiséget raknak le, hogy tudjuk azt elszállítani. És például nagyon beszédes a Magyar Közút Zrt. Volt az első, akivel megkezdtük ezt a projektet. Múlt héten zártuk az ő pilotjukat. A közutasoknak évente egy teljes hónapjuk azzal telik el, hogy az utak mentén kitisztítják a vízzel vezető árkokat a mértéktelen szeméthalomtól. Ezért döntöttek úgy, hogy az első tesztet velük végzik el. Az egyik forgalmas közút mellett Ráckeresztúron vágtak bele a munkába. Ez egy pilot projekt, amiben megnézzük azt, hogy pontosan milyen hulladékok keletkeztek itt a útmenti terület mellett, miket raktak le illegálisan ide az emberek. És ezt a hulladéklerakót most megszüntetjük. Megnézzük, hogy ennek a költségei pontosan milyen gépi technológiával lehet ezeket elvégezni, és ezután nekilátunk annak, hogy a teljes területet, ami a mi fennhatóságunk alá tartozik, azt meg tudjuk tisztítani, és reméljük azt, hogy ez a terület így is marad majd. Ennek két reménykeltő oka lehet. Az egyik az, hogy a Tisztítsuk meg az országot program részeként a magyar kormány döntött arról, hogy az egész hulladék lerakási szállítás tekintetében új metódusokat vezet be. Itt az egyik az, hogy több lerakóhely lesz legálisan a lakosság részére elérhető, a másik pedig az, hogy aki viszont nem ide rakja le, ott erősebb szankciókat fognak alkalmazni. Így reméljük, nem fog az történni, ami ezelőtt sokszor megtörtént, hogy megtisztítottunk egy területet, és utána egy pár hét, pár hónap múlva újra jöhettünk, és újra elvihettük. Ez az óriási szemétmennyiség, ami a országos közutak mellé illegálisan le van dobva, le van rakva, ez 13 ezer köbméter körülbelül évente. Ez egy óriási munkaerőt és óriási összeget emészt föl, egy akkorát, amiből akár egy 10 km hosszú mellékutat felújíthatnánk. Úgyhogy látszik, hogy azért, ha ez megszűnik, akkor sokkal értelmesebb dolgokra költhetjük majd ezt a pénzt. Séta, kocogás, kutya sétáltatás közben már mindannyian találkozhattunk kisebb-nagyobb szemétkupacokkal, illegálisan lerakott hulladékkal, ami amellett, hogy elrondítja a természetet vagy a várost, sokszor veszélyes hulladékot is rejt, ami károsítja a környezetet. Székesfehérvár városgondnokságának munkatársai is számtalan alkalommal találkoznak ilyen bejelentésekkel. Az illegális hulladék bejelentések azok nagyrészt a vadásztársaságoktól kapunk ilyen bejelentéseket, ilyen az Alba Régia Vadásztársaság, illetve a Vadex. A lakossági bejelentések zöme inkább a szigorúan vett város területére koncentrálódnak. A vadásztársaságoktól, amit kapunk meg, a város közigazgatási területére koncentrálódnak, ami lényegesen nagyobb, mint alapvetően, tehát így a városon belüli részek. Székesfehérvár önkormányzata számára nagy feladatot jelent az illegális hulladéklerakó felszámolása. A polgármesteri hivatal igazgatási és környezetvédelmi irodájának tájékoztatása szerint vannak olyan helyszínek, amelyeken a hulladék elszállítását és a terület megtisztítását
követően újraadódik feladat. Évente legalább 1,5 millió forintot költenek köztisztasági feladatok ellátására, de ez a pénz nem elég. Nagy segítség lehet az illegális hulladéklerakás elleni küzdelemben a Hulladékradar nevű mobiltelefonos szoftver. Ezen keresztül ugyanis bárki bejelentést tehet, így mi magunk is hozzájárulhatunk a környezetünk megóvásáért. Bejönnek ezek az adatok, és ezeket az adatokat tovább kell küldeni ugye a közreműködő szervezeteknek, mert akik elszállítják majd ezt a hulladékot, úgyhogy ezeknek a rendszereknek az összekapcsolása folyik most éppen, de nagyon segítőkészek az állampolgárok, amit nagyon-nagyon köszönünk, mert eddig is tényleg több ezer bejelentés érkezett, több ezer fotóval, úgyhogy belőlük merítkezünk ezekből az adatokból. A közreműködő szervezetek, önkormányzatok és a lakosság segítségével így most már láthatóvá válik, hogy a közút, a vasút mentén és akár a nemzeti parkokban van-e illegális szemét. A néhány hónap tapasztalatait december végén összegzik majd, és az alapján fejlesztik tovább a programot. Új fejezetéhez érkezett Csiki Anna kineziológus előadás sorozata. A szakember ezúttal az apa-lánya kapcsolat problémáit tárgyalta. Egy ilyen előadás kapcsán óvatatlanul is felvetődik a kérdés, hogy mit tesz a 21. században a kineziológus, mennyire változott meg a világ, hiszen felgyorsult ez, és ez bármennyire is közhely, mennyivel kell, hogyan és hogyan kell lépést tartania ezzel a felgyorsult világgal? Hát a felgyorsulással is, és ezzel a bizonytalansággal, ami most körbevesz bennünket, ezzel kell megbirkózni az embereknek. Nagyon nehéz célokat kitűzni, nagyon nehéz a mindennapokba is tervezni, és ez elbizonytalanította, felerősítette az emberekben azt az érzést, azt a bizonytalanság érzést, és keresik a biztonságot. Úgy érzem, hogy a mostani időkben ezen van inkább a hangsúly. Mindenképpen fontos kérdés, és azt hiszem, hogy alapja az életünknek a közösség, a család. Amikor a mai előadásról beszélünk, az apa szeme fénye, az nyilvánvaló, hogy a családban az apa és a gyermek kapcsolata. Mennyiben különleges ez, hiszen az anya szerepét azt helye közel mindenki tudja, viszont az apa szerep is megváltozott mostanság. Igen, volt egy előadásom, nem olyan régen, az volt a cím, hogy nem akarok olyan lenni, mint az anyám. Tehát itt az anya-lánya kapcsolatokról beszéltünk, és általában több szó esik egy anya-lánya kapcsolatról, egy apa-fia kapcsolatról, de ez egy nagyon különleges dolog, amikor egy apa és a lánya kapcsolatáról van szó. És megváltozott igen sok minden, hiszen nagyon sok családban az édesapa nem él együtt a gyerekeivel, és a lányoknak nagyon fontos az a minta, amit látnak az apjuktól, akár a párválasztásban, akár a családalapításban. Úgyhogy nehéz dolga van egy lánynak, hogyha ezt a férfi mintát, ezt az apa mintát keresi. Erre szeretnék ezzel az előadással egy kicsit rásegíteni, hogy hogyan tudjuk orvosolni ezeket a helyzeteket. Az apa általában példa és példakép, és nem csak a fiú gyermeknek, hanem a lányoknak is. És azt hiszem, hogy azzal, hogy a lány különösen ragaszkodik az édesapjához, veszíti a női szerepéből későbbiekben. Kitér erre ez az előadás? Hát igen, annyiban, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot akkor is jól megtartani, hogyha az édesapa mondjuk nincsen a családdal. De azt is figyelemmel kísérem, hiszen dolgozom gyerekekkel is, kamaszokkal is, akik jönnek hozzám, és megsínlenek mondjuk egy ilyen válást, hogy az ő szemszögükből mi az a fontos dolog, amit ők szeretnének, amit ők kérnek néha a szüleiktől, hogyan figyeljenek ők rájuk, az apa hogyan figyeljen a lányára, hogy a nővé válását, az önbizalmát segítse. Van ritmusa egy apa-lánya kapcsolatnak? Gondolok itt elsősorban arra, hogy ahogy növekszik a gyermek, nyilván az apának is változnia kell óhatatlanul is. Igen, és nem is egyenszilárd mondjuk ez a kapcsolat, mert egy kisbabával, egy kislányjal nagyon nehezen tud mit kezdeni egy édesapa. Onnan kezd már jobbá válni a kapcsolat, amikor már tudnak kommunikálni. Az apa tud valamit kezdeni a gyerekével, szoktuk így mondani. Aztán az iskoláskor, amikor jön a teljesítmény elvárás, na erre az édesapák szívesen rákapcsolódnak erre a kérdésre, és általában a párválasztásnál megbicsaklik egy picit a kapcsolat, hiszen ott az édesapának kell lennie annak az erkölcsi kerítésnek, normának, amit megad a lányának. És amikor ez hiányzik, vagy az apa bizonytalan ebbe, hogy mekkora korlátot állíthat a lányának, akkor itt megdől a kapcsolat. És hát ugye az elengedés, a férhezadás, ugye minden szakasznak megvan a maga szépsége és a maga buktatója is. Melyek a legfontosabb pillanatok, melyek a leginkább kritikus időszakok? Mindenképpen az az időszak, amikor a párkapcsolat
veszélyeztetve van. Ugye szoktuk mondani ezt a 7 évet. Amikor a párkapcsolat megbillen, akkor az veszélyes a gyerekekre. Ha a párkapcsolat túléli a válást, mondjuk nem jut el a válásig, akkor sokkal nagyobb esély van arra, hogy egy házasság együtt is marad. Tehát pont azok az iskolás, kisiskoláskorú gyerekek a veszélyeztetettek, akik éppen megtapasztalják azt, hogy a szüleinél a párkapcsolat esetleg meginog. Tanulható apának lenni. Ezt Somlyó György úgy fogalmazta meg, hogy kétségbe esettem, mémeljük azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Igen, én azt szoktam mondani, hogy nyugodtan nyúljunk vissza a régiekhez. Én nagyon szeretek régi mintákat áthozni. Szoktam mondani, nem kell a férfinek a talicskát tolni, a nőnek meg a kenyeret dagasztani, de megnézni azt, hogy nagyapáink, dédnagyapáink mit csináltak jól, és abból meríteni valamit, abból átcsempészni valamit a mai korba. Szerintem ez nagyon fontos. Így lehet újra tanulni, férfinak lenni, apának lenni, ezt a szerepet jól betölteni.